Természetesen nem szeretnénk Önöket álomba ringatni, de a következő percekben mesélni fogunk. Mégpedig egy mesevetélkedőről, melyet Pécsett a Szivárvány Gyermekház szervez, illetve tart kézben. Ehhez hívtunk vendégeket a stúdióba. Köszöntöm Sárosiné Horgos Klárát, a Szivárvány Gyerekház munkatársát. Jó napot kívánunk! És Takácsné Hartman Piroskát, aki pedagógiai asszisztens a Fehérhegyi Általános Iskolába. Nagy nehezen azért sok sikerült nem tanárnak titulálni. Mennyire új ez a rendezvény? És úgy tudom, hogy nem csak Pécset érinti. Hát a maga a mesevetélkedő másodszor kerül megrendezésre városunkban, illetve a megye területén, de intézményünk a Szivárvány Gyermekház most már évtizedes hagyományokkal rendelkezik, hogy különböző korosztályok részére vetélkedő sorozatokat, játékokat rendezzen. Ez is ennek a részeként került megrendezésre. Két évvel ezelőtt a Hódmezővásárhelyi Szabadidőközpont indítványozta az országos mesevetélkedőt, és örömmel kapcsolódtunk hozzá, hiszen ilyet mi még nem csináltunk. És megpróbálkoztunk vele. A vetélkedő lényege, hogy nem mesemondó versenyez, hanem 5 fordulóban, fordulónként 6-7 mesét dolgoznak fel a gyerekek, ebből vetélkednek. Tehát egy hosszú időszak alatt ismerkednek meg mesékkel, és játszanak a mesével. Most tehát az 5. forduló az már az utolsó. Az döntő, az országos. 5. forduló az tulajdonképpen már habatortán, mert az az országos forduló. És gondolom, egyre nehezebbek a feladatok. Tehát nem nehezebbek, csak egyre több az az anyag, amivel dolgozni kell, illetve amit észben kell tartani a gyerekeknek, de hát a mese maga egy tüneményes játék, és ha ezzel még játszunk, akkor azt hiszem, hogy idén sem fogja ez tulajdonképpen megterhelni a gyerekeket, hiszen élvezettel csinálják, és amit élvezettel csinálnak, azt biztosan, hogy nem érzik sem tehernek, sem pedig nem fogják elfelejteni. Na most úgy gondolom, hogy ez elsősorban 10 éves gyermekeket érint. Ez 3.-4. osztályosokat. Tehát szükség van az iskoláknak a bevonására és a felkészítésre, a csapatok összeállítására, de az a tapasztalatunk, megmondom őszintén, hogy az iskolák már nem nagyon szeretik ezeket a külön rendezvényeket. Tehát éppen elég gond van a gyerekeknek külön órákkal ezzel, azzal, amazzal. De azért a Fehérhegyi Általános Iskola nagyon sok minden ilyen akcióban részt szokott venni. Így van ez most is? Igen, így van. Már tudomást szereztünk arról, hogy lesz ez a mesevetélkedő. Már bezengtük a gyerekeknek, és már nagyon várták, hogy mikor érkezik már meg a kiírás. Ezt azért szeretjük, és azért jó, mondják a gyerekek is, mert ez nem kötelező. Másképp kell feldolgozni a meséket, mint a magyar órákon, játékosabban. Nincs olyan számonkérés, mint az órákon, és erre szívesen jelentkeznek. És hát a kollégáim is, akik a csapatokat patronálják, kísérik, és a szabadidejüket feláldozva járják a könyvtárakat, akár a kutatásokat készítik ezekhez a mesékhez, vagy a rajzokat készítik, vagy összeállítják a házi kis vetélkedőt, mert a 2 éve, amikor volt a vetélkedő, akkor olyan sok csapat jelentkezett, hogy szelektálni kellett, tehát már az iskolában kellett egy kis vetélkedőt szerveznünk, úgyhogy hát ezek az iskola életét is színesítik, és ebben nagyon szeretnek a gyerekeink részt venni. Meg az is, hogy mi külvárosi iskola vagyunk. A mi gyerekeinknek sokkal kevesebb lehetősége van a különböző intézményekbe eljutni, és ezért is nagyon szeretjük, és a szülők is segítenek, patronálnak bennünket ezekben a játékokban. Úgyhogy örömmel. Azon kívül, hogy megmérettetnek a gyerekek, mondjuk egy ilyen mesevetélkedőben akár, van valami távolabbi célja ennek a rendezvénynek, ennek a versenynek? Hát természetesen vannak díjak, különböző olyan díjakat próbálunk meg segítséggel összeszedni, ami újabb élvezetet jelent majd. Vannak ebben táborozások,
és csatlakozik majd a mesevetélkedőhöz egy országos mesetábor. Ez nem csak díj, ez egy plusz lehetőség is majd a nyár folyamán. Én minden esetre nagyon remélem, hogy két évvel ezelőtt 199 csapat vett részt ebben a játékban. Nagyon remélem, hogy a gyerekek nem hagyják békén kedves kollégákat az iskolákba, és az első fordulót idén is az iskolákba kell majd lebonyolítani, annyi jelentkező lesz. És azt is nagyon remélem, hogy ezek a gyerekek legalább olyan élményekkel, és a kollégák is legalább olyan élményekkel búcsúznak majd márciusban az országos előtt, mint a két évvel ezelőttiek. És megint szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt nem az országoson van a hangsúly verseny szempontjából, hiszen ott egy csapat van területenként. De reméljük, hogy a mi körzetünkben megint nagyon, több nagyon mint 100 csapatot meg tudunk. Sőt, én azt is remélem személy szerint, hogy a vetélkedésen kívül a gyerekeket egy kicsit talán vissza tudjuk szoktatni a mesékhez, a meséléshez, talán a szüleiket is. És remélem, hogy majd akkor is köszönhetjük Önöket a stúdióban, amikor a pécsi csapatok sikereiről kell beszámolni. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük.